Az emberi test csodálatos, 50 és 100 millió sejtből álló alkotás, amelyek közül mindegyik a megfelelő funkciót végzi a megfelelő helyen és időben. Maguk a sejtek csodálatosak, mindegyikük nyüzsgő metropolis, egy olyan város, amely soha nem alszik. A sejtek a nap minden másodpercében fáradhatatlanul dolgoznak, hogy a teste egészséges és erős maradjon. A sejtek egyik fő funkciója az üzemanyag létrehozása. Ez az üzemanyagot, amely ATP néven ismert, a sejteken belüli dolgozók, a mitokondriumok hozzák létre. A mitokondriumok annyira fontosak, hogy egyetlen sejtben több ezeren is lehetnek. A becslések szerint az emberi test száraz tömegének a felét a mitokondriumok alkotják. A mitokondriumok többet tesznek a testnek szükséges üzemanyag előállításánál. Kulcs szerepük van a sejtek közötti jelátvitelben és kommunikációban, valamint azok tevékenységeinek összehangolásában. Ha végig gondoljuk, ez a fajta jelátvitel lényeges az egészség és az élet szempontjából, mert az alapját jelentik a sejtfejlődésnek, a szövetkijavításnak és az immunfunkcióknak. A sejtek tevékenységének kommunikálása és koordinálása nélkül az emberi test elég gyorsan szétesne. A mitokondriumok szerepe ebben az életbevágó kommunikációs rendszerben az, hogy speciális molekulákat, vagyis redox jelző molekulákat hozzanak létre. A mitokondriumok a nap minden másodpercében billiószámra hozzák létre ezeket a molekulákat. És ez jó dolog, mert a redox jelző molekulák nélkül az élet nem lenne lehetséges. Önnek szüksége van ezekre a molekulákra sejtjei egészséges védelméhez, a veszélyek és sérülések felismeréséhez, valamint a sérült sejtek lecseréléséhez. Sajnos, ahogy öregszünk, a redox jelző molekulák létrehozásának képessége csökken. Biztosan látta, hogy a gyerekeknél gyorsan eltűnő sérülések idősebb korban, mintha nem akarnának eltűnni. Az idősebb ember sejtjei nem kommunikálnak olyan hatékonyan, mint fiatalabb korban. Ezért a sejteknek és szöveteknek több időre van szükségük önmaguk kijavításához. Mindez azért van, mert a test nem termel annyi redox jelző molekulát, mint korábban. De mi van akkor, ha növelni lehetne ezen csodálatos apró molekulák számát? Mi lenne, ha pótolni lehetne a redox jelző molekulákat? Hogyan változna meg az élete, ha ugyanannyi redox jelző molekulája lenne, mint fiatalon? Egy ilyen termék hihetetlen lenne, de mi lenne akkor, ha mégis létezne? Kezdésként meg kell értenie, hogy a több billió sejtben található mitokondriumok hogyan hozzák létre ezeket a fontos molekulákat. A sejtek apró sósvizes zsákok. A sejten belüli mitokondriumok és egyéb sejtszervecskék ebben a sósvízben lebegnek. Nem meglepő, hogy amikor a mitokondriumoknak építő elemekre van szükségük a redox jelző molekulák létrehozásához, sósvizet használnak. Ez eléggé jól működik, mert a sósvíz csak 4 atomból áll. A sóban található nátrium és klorid atomok, és a vízben található hidrogén és oxigén atomok. A mitokondriumok szétszedik ezen sós víz molekulákat, és új konfigurációba kombinálják az atomokat. Ez az új kombináció mi más lenne, mint a redox jelző molekula. A sejtekben olyan gyorsan történnek a dolgok, hogy ezen redox jelző molekulák a másodperc tört része alatt létrejönnek. És elég hamar el is használódnak. Ha a sejteknek nincs szükségük a redox jelző molekulákra, az atomok ismét sós vízzé alakulnak, amelyet a mitokondriumok később felhasználhatnak. Ez egy nagyon hatékony rendszer. A redox jelző molekulák élő sejteken kívüli létrehozásához ugyanazokkal az építő elemekkel kell kezdeni. Só és víz. És ez az, amit az ASEA nevű vállalat tesz. Tiszta, eredeti sóoldattal kezdünk. Majd egy erősen védett és szabadalmazott elektrokémiai folyamattal megszüntetjük azokat a kötelékeket, amelyek összefogják a nátrium, klorid, hidrogén és oxigén atomokat. Ezek a szabadon lebegő atomok új kombinációt alkotnak, és kész is van a redox jelző molekula. Természetesen a folyamat egyszerűbbnek tűnik, mint amilyen valójában. A mitokondriumok a másodperc tört része alatt létrehozzák a redox jelző molekulákat. Az ASEA-nak ehhez 3 napra van szüksége. Az igazi dicsőség az ASEA számára a stabilitás kérdésének megoldása.
Ne feledje, hogy a sejtben létrehozott redox jelző molekulák azonnal felhasználásra kerülnek. Vagy ha nem, akkor sós vízzé alakulnak. Ez azért van, mert a redox jelző molekulák nagyon reaktívak. Azonnal dolgozni akarnak. Ez a reaktív tulajdonság megnehezíti ezen molekulák hosszú ideig tartó fennmaradását. Hasznosak akarnak lenni, vagy visszaalakulnak sós vízzé. Szerencsére több óra kutatás és kísérletezés után az ASEA tudósai áttörést értek el. Felfedeztek egy folyamatot, amellyel ezeket a nagyon reaktív molekulákat kiegyensúlyozott készletekbe párosíthatják, a sejten kívül stabilizálva ezzel a redox jelző molekulákat. Ez tényleg csodálatos dolog. A sejten belül csak mikromásodpercig fennmaradó molekulák több mint egy évig tárolhatók el egy ASEA üvegben. Csodálatos! Tehát mit jelent az ASEA, a világ első redox jelző molekula pótlója? Egyszerűen kifejezve, ez az egészség egy teljesen új megközelítését jelenti. Minden más gyógyászati és wellness termék, mint a vitaminok, egzotikus gyümölcslevek, segíteni szeretne a testen azzal, hogy valami idegen anyagot, valami olyat juttat be, amit a testnek meg kell tanulnia használni. Az ASEA viszont más. Az ASEA-ban található molekulák a test őslakosai. A teste tudja, hogy hogyan vigyázzon magára. A sejtek valóban létrehozzák azokat az eszközöket, amikre szükségünk van, amelyek a történelemben most először pótolhatók és megerősíthetők. Tulajdonképpen több őshonos molekulát juttat be a testébe, amellyel megóvhatja egészségét. Az ASEA több mint egy egyszerű kiegészítő. Megalapozó megközelítése az egészségnek és jólétnek, alapvető újdonság az önmagunkra való odafigyelés terén. Azon gondolkodik, hogy az ASEA mit tehet önért? A lehető legjobb módja ennek, ha beszél azzal a személlyel, aki megosztotta önnel ezt az üzenetet. Vegyen kezébe egy doboz ASEA-t, és tapasztalja meg a világ első és egyedüli redox jelző molekula pótlóját. Az élete és a saját egészségéhez való viszonya teljesen meg fog változni.